pingvin partira teletömött 4-6-ra, és ott elviselni utána az embereknek a tekintetét, hogy te köcsög, te tolakodsz, tolakodsz. És közben az... nem akarod hátba verni az idősasszonyt, meg a, ezért a... Igen, igen, mindenkinek kellemetlen. Vettem egy autót, és ennek kapcsán összeütöttünk 10 érvet pro és kontra, hogy budapesti fiatalként érdemes autót vásárolnod. Az első és talán a legevidensebb ezek közül az az, hogy sok esetben könnyebb autóval közlekedni. Persze, hogyha a belvárosba mész, vagy a reggeli, vagy délutáni csúcsban mész, akkor ez nem igaz, de alapvetően, hogyha nem ez a helyzet, akkor tényleg könnyebb autóval közlekedni, és kényelmesebb is. Bizonyos szituációkban a munkába vagy iskolába járás is meg tudja könnyíteni az autó, hogyha olyan helyen lakik az ember, ahol van lehetőség ingyenes parkolásra, és a célállomásnál, munkahelyen vagy iskolánál is van parkoló, akkor könnyebb lehet, nem kell átszállni, nem kell vergődni a reggeli csúcsban a tömött buszon. Vannak olyan szituációk, ahol jobb lehet az autó. Hogyha nyaralásról van szó, és nem mondjuk repülővel megy az ember, akkor sokszor olcsóbb, mondjuk, hogyha egy család megy együtt, és általában gyorsabb is, mint bármilyen más tömegközlekedési eszköz. És hát sokkal több cuccot is tudsz magaddal vinni, úgyhogy ilyenkor is mondjuk sokkal jobb, hogyha van egy saját autód. Ilyenkor persze lehetne bérelni is, de egy saját autó mindig más, és hogyha hosszabb időre megy nyaralni, akkor lehet, hogy még kifizetődő is. Mikor hétvégente vagy pár hetente hazamegyek szüleimhez Győrben, nem kell alkalmazkodni a menetrendhez, nem kell vonatra futni, nem kell sok cuccal, ha éppen sok cuccal mennék, nem kell elmenni a keletihez vagy a délihez, otthon nem kell kijönni értem senkinek, mert messze lakok a vasútállomástól, meg tudja könnyíteni a vidékre való hazautazást is, bár menetidőben ugyanannyi kocsival, mint vonattal, és árban a vonat az olcsóbb is lenne, de van olyan ismerősöm például, akik azért járnak autóval haza Kaposvárra, mert gyorsabb, olcsóbb, és nem kell átszállni. Hogyha többen mentek, akkor pedig drasztikusan változnak az árak, mert hogyha ketten mentek, akkor is ugyanannyiba kerül az autóban, a vonatnál meg ugye duplájába, úgyhogy hamar utalót tudja érni az autó mondjuk 3-4 személynél. Ami nagyon sokat nyom még alatba, az, hogy nem kell tömegközlekedned. Én sokszor teljesen ki vagyok, hogyha tömegközlekednem kell, mert Budapesten belül tömegközlekedéssel járok, mert az a gyorsabb, viszont ott el kell viselnem a körülöttem lévő embereket, akik hát sokszor büdösek, rossz indulatúak, hogyha olyan járaton megy az ember, mint egy 99-es buszon például, ami hát valójában nem éppen a biztonságos kategóriába tartozik, vagy olyan csomópontnál kell átszállnia, ahol történnek azért atrocitások, akkor az tényleg egy... Az emberben, ha nem is okoz félelmet, de legalábbis foglalkozni kell ezzel a témával. Ha már mondtad a fényképezőgépet, akkor azok az emberek, mint mi, akiknek munkájából adódóan nagyon sok cucca van általában, nagyon meg tudja egyszerűsíteni a közlekedését az autó. Tehát, hogy mikor egy 30 kilós hátizsákkal a hátamon és 2 másfél méteres nagy táskával a kezemben föl kell vergődni a pingvin partira teletömött 4-6-ra, és ott elviselni utána az embereknek a tekintetét, hogy te köcsög, te tolakodsz, tolakodsz. És közben nem akarod hátba verni az idősasszonyt, meg a, ezért a... Igen, igen, mindenkinek kellemetlen, nagyon meg tudja könnyíteni az autó ilyen szinten a közlekedést. Nekem egy nagyon nagy szerelmem a vadkempingezés és ennek különböző formái, és ebben is egy nagy segítség az autó, ugyanis végre lehet kicsit komfortosabban autóban aludni, rengeteg cuccot vinni, kempingcuccokat, mit tudom, kempingszéket, asztalt, stb. És egy külön élmény az, hogyha az ember az autóban alszik. Egyébként, hogyha nem láttátok, akkor Krisztivel csináltunk egy ilyen videót nagyjából ebben a témában, illetve egy helyet is megnéztünk. Hogyha még nem láttátok, ide kattintva megnézhetitek. Oda kattintva megnézhetitek. Ezzel nem csak magát az élményt tudod átélni, hanem egy csomó pénzt is spórolhatsz mondjuk azzal szemben, hogy egy szállodában foglalsz valami szállást. Vezethetsz. Mindenki más nyerni meg a vezetést. Valaki nagyon-nagyon nem szeret vezetni, csak muszáj vezetnie, mert
olyan a munkája, vagy olyan helyen, akik valaki imád vezetni, de nem adódik rá nagyon lehetősége. De lényeg, sok embernek a vezetés egy élmény. Egy kikapcsolódás. Nem a Pesti dugóba feltétlen, de egy relaxációs forma is tud lenni. Benyomod a kedvenc podcastedet, vagy az egyik kedvenc előadód legújabb albumát. El tudsz mélyülni a gondolataidban. Tudsz vele segíteni másoknak, akár költözködésről van szó, akár rosszul lesz valaki a családból, akár valakinek, aki nehezebben mozog, mondjuk nagyszülők, el kell jutni A-ból B-be, el kell vinni oltásra, vagy orvoshoz, vagy akár okmányirodába, vagy akárhová. Tudsz nekik segíteni azzal, hogy el tudod juttatni őket, mert aki idős és nem tud járni, az valószínűleg már sokszor nem tud vezetni se. Hobbi. Nem mindenkinek, szintén, de nagyon sok embernek ez egy hobbi tud lenni. Drága hobbi, nagyon drága hobbi, de hobbi. Én pont nem tartozok ezek közé az emberek közé annyira, vagy inkább egyáltalán nem, de nagyon sok embert izgalomba hoz az, hogy új felnyitvált az autójára, újra bőrözteti a kormányt, új motorblokkot rak bele, plusz 30, 40, 60 lóerő. Most egy végére értünk a pro érveknek. Nézzük meg, hogy mi szól az ellen, hogy saját autót vegyél, mert hogy azért ebből is van egy pár. Ugyanakkor nehezebb is a közlekedés, főleg, hogy a belvárosba akar közlekedni az ember. Azért valljuk be, a bringasávok és a buszsávok megléte óta hát elég lassan lehet haladni. Ezért, ha a belvárosban laksz, vagy a belvárosban kell közlekedned, és nincs valami különös indokod rá, például az előbbiek közül valami, akkor nem nagyon van értelme kocsival menni. Talán az egyik legnagyobb rémálom Budapesten az a parkolás, mert akárhová mész, Budapesten belül szinte mindenhol fizetős a parkoló, nem csak hogy drága, de kevés is a parkolóhely, ezért jellemzően nem találsz üres parkolóhelyet, keringesz a célpontot körül egy 10-15-20 percet, rengeteg időd elmegy ezzel, úgyhogy ez egy igen nagy rémálom, és ez szerintem egy tök valós indok, amiért nagyon sokan nem szeretnének autót Budapesten. Az üzemanyag drága. És városban a legtöbb autó, ha nem valami picike vagy hibrid, nem fogyasztanak olyan jól. Tehát a benzin az drága, még akkor is, hogyha hatósági járás most, mert az se lesz örökké, és amúgy a hatósági járás se olyan hű, de olcsó, mert emlékszem, amikor még 380-ért, meg 360-ért, meg 350-ért vettük a benzint. Autót venni nem egy olcsó dolog, tehát ahhoz, hogy megvegyél egy autót, főleg a mostani helyzetben, amikor a használt autó árak azok így mennek fel az egekbe, tényleg össze kell húzni a gatyaszárat, vagy hogyha nem, akkor tényleg egy nagyon jó állásodnak kell lennie, hogy valami normális használt autót vegyél, ami nem egy pénztemető. Most, hogy csökkennek az új autó eladások is, egy válság kapujában vagyunk, vagy hát akár már mondhatjuk azt is, hogy benne vagyunk egy válságban. Most rengeteg ember, aki eddig vett volna új autót, az most nem vesz új autót, ezért a használt autók nem kerülnek ki a piacra. Ezért minden autó, amit lehet kapni, ami a használt autópiacon megtalálható, az drágább lesz. Ha csak nyaraláshoz vagy utazáshoz kellene autó, egy 8-10 fős baráti társaságban biztos sokat 2-3 olyan ember, akinek van autója, és két autóval már 10 emberig jók vagytok, tehát ezért pont nem érdemes autót venni jelenleg. Családgyaralásnál is vannak más alternatívák. Lehet menni vonattal, lehet menni repülővel, igaz, hogy nem lesz olyan komfortos, bizonyos szituációkban lehet, hogy plusz transferdíjat kell fizetni, vagy a vasútállomáson nehéz a közlekedés, végső soron pedig autót is tudtok bérelni, az is egy megoldás. Amit a pozitívumoknál is elmondtunk, hogy tök jó, hogy tudsz segíteni másoknak, ez ugyanakkor tud lenni egy hátulütő is, mert hogyha van autód, akkor a haverok téged fognak megkérni, hogyha csak tényleg ki kell jutni A-ból B-be, ami egy kicsit messzebb van, vagy valamit el kell cipelni, mindig téged fognak megkeresni vele, és persze az ember szívesen segít, de vissza tudnak ezzel élni nagyon sokan, és hát volt ilyen tapasztalatunk, főleg neked. Egy ismerős minden alkalommal, amikor bejárt a győri éjszakai életben. Mindegy hány óra volt, engem talált meg telefonon, hogy nem viszel haza? És persze, szívesség, oké. Ismerős. Túl dramatizáltam. Nagyon. Az utazási időt buszon vagy vonaton tudod sokkal hasznosabban is tölteni, mint az autóban.
tudsz olvasni, tanulni, vonaton például vágni is szoktam, vagy fotót szerkeszteni. Vezetés közben ezek a lehetőségek nagyon limitáltan, vagy inkább nem adottak. Persze vezetés közben is lehet hangos könyvet hallgatni, de azért az nem ugyanaz, mint hogyha olvasnál például, vagy mondjuk dolgoznál a vonaton. Az autózás jövője eléggé bizonytalan. Hogyha csak azt nézzük, hogy hogyan fognak változni a jövőben az üzemanyagárak, ezt se tudjuk, mert a fosszilis energiahordozóknak az ára az folyamatosan változik, meg hát egyébként minden más energiaár is, de ezek most különösen, főleg, hogy ugye ezek limitált számban elérhetőek, vagy limitált mennyiségben elérhetőek. Bizonytalan az is, hogy mondjuk mikor fogják kitiltani a belső égési motorú autókat a belvárosokból, a városokból, esetleg egyes országokból, mondjuk nyugaton, vagy például, hogy mennyibe kerül egy-egy alkatrész, fognak-e után gyártani alkatrészeket régebbi autókhoz, mondjuk egy olyan autóhoz, amit most megveszel. És a fenntartási költségek, ha belenyúlsz egy hibás autóba, vagy egy nem jó körülmények között tartott régi autóba, akkor nagyon könnyen elszállhatnak. Foglalkozni kell vele. Nagyon sok ember, aki szereti az autóját, és ez egy hobbi neki, azok szeretnek foglalkozni vele, de sok más embernek az autó az csak egy eszköz. Szerelőhöz kell vinni, le kell cserélni a gumikat, koszos, le kell mosni, már megint olajcserére kell vinni. Nagyon sok embernek ez csak nyűg. Nem szívesen foglalkoznak az autóikkal. És végül, de nem utolsó sorban, a diák BKK bérlet az csak 3450 forint, úgyhogy ez sokkal megfizethetőbb alternatíva szerintem az utazásra. Szóval ez volt a 10 pro, 10 kontra érvünk az autózás, illetve hát a saját autó mellett. Hogyha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, ezzel jelzitek számunkra, hogy szeretnétek még ilyen videókat. Mi nagyon élveztük ennek az összerakását, úgyhogy még szerintem lesz ilyen videó, ahol 10 pro és 10 kontra érvet hozunk valamilyen témával kapcsolatban. Hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, illetve kövessetek minket Instán, Facebookon, TikTokon. Találkozunk a legközelebbi videóban. Én Benedek voltam. Levente. Sziasztok. Sziasztok. A videót a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom támogatta.